Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, a bajnoki negyeddöntő harmadik mérkőzése következik. Sokan azt mondják, természetesen a Kaposvár és a Sopron a két mérkőző fél, sokan azt mondják, hogy ez az a találkozó, ami eldöntheti majd a párharc végkimenetelét. Kékmezben játszik a Sopron, Fehérben a Kaposvár, gyorsan a két kezdő. A soproni együttesben Poscsics, Tomás, valamint Tóth Gergely, a gép most eresztette el a labdát, és Ruják, valamint Borisov kezd, de ennél sokkal fontosabb, hogy a miénknél Ryan Bio megszerzi a mérkőzés, és ebben a Kaposvár első kosarát 2-0. Hendleny, Fodor, Frézsöny és Pica a kaposvári kezdőtösben. Itt van mellettem természetesen Mihály Falvi Péter is, akit nagy-nagy szeretettel köszöntök. Szervusz, én is köszöntöm a televízió nézőket. Már is egyenlít közben a Sopron Ruják kosarával. Tényleg én is azt gondolom, hogy ez a harmadik mérkőzés, amely talán a legfontosabb a párharcban. Nem lehet azt kijelenteni, hogy ezt a meccset, aki megnyeri, az tovább jut, hiszen ezt mindenképpen bőreség lenne kijelenteni, hiszen láthattuk, hogy hazai pályán mindkét csapat tudott nyerni, de lélektanilag nagyon fontos lehet ez a mérkőzés, illetve hát egyszerű számtanilag is, hiszen aki itt nyer, az annak már csak egy meccset kell nyerni, és a vesztes félnek pedig kettőből kettőt hozni, az mindenképpen nagyon nehéz feladat lenne. Hát meglátjuk, hogy mit hoz a mérkőzés. Nagyon sok mindent lehetett tanulságot levonni a második meccsből az elsőhöz képest, amelyet ugye elég simán tudtunk nyerni. Ugye Sabály Balázs akkor is mondta már, hogy nagyon sok könnyű kosarat, úgynevezett könnyű kosarat, gyors leindításos kosarat szerzett a KKK. És a második meccsen ebből nagyon keveset láthattunk. Erre nagyon jól reagált a soproni csapat. Kíváncsian várjuk, hogy ma melyik mérkőzésnek a leképezését láthatjuk. Borisov indult volna meg, 2-2 egyébként. Ruják, valamint Rájvió párharca is kiemelendő, hiszen a két játékos eddig a negyeddöntők során gyakorlatilag mindegyik mérkőzésen a legeredményesebbek, hanem a legeredményesebb volt a találkozókon. Közben egy remek bejátszás, és Poscsics szerzi a horvát center, 205 cm magas, az újabb soproni kosarat. 4-2 a vendégeknek, 2 perc telik el a találkozóból. Igen, ugye a soproni mérkőzésen nyugodtan mondhatjuk, hogy két olyan játékos érkezett pont, akik nem elsősorban tőlük várják, bár hozzátenném, közben Hendlein szerez nagyon szép kosarat, hogy Ruják András hosszú fordulók óta csapat egyik legjobbja, például a Kaposvár elleni meccsek alatt szinte majdnem minden alkalommal ő volt a csapat egyik legjobb játékosa, most ezt még megspékelte egy szezon csúccsal, de Edwardstól azt lehet mondani, hogy egyáltalán nem volt várható ez a teljesítmény, ami Sopronban volt, és hát látható, hogy bizony kellenek az ilyenek egy győzelemhez, ezt nálunk is nyugodtan lehet mondani, hogy a kulcsjátékosok jó játéka nélkülözhetetlen, de mellettük kellenek a kiegészítőktől is extra. Most például Hendler Roli veszítette el a labdát, és ő például adós maradt azért a jó játékkal a soproni meccsen. Ugye ő és Frazier volt az, aki szokásostól gyengében játszott. Frazier-nek mentsége lehet, hogy lázasan játszott egész mérkőzésen, de úgy tűnik, hogy ma már rendben van. Most pedig egy könnyű kosarat láthatunk Borisovtól. Rájvió, Fodor, ha bemegy, akkor vezetünk. 7-6, Fodor Márton, nagyon fontos pillanatban, rögtön az elején nem szabad elengedni a soproni csapatot. Meg hát természetesen a folytatásban sem. German Thomas, az amerikai magyar állampolgárságú játékos, most visszavette a Sopronnak az előnyt. Spica a labdával, 14 másodperc még a támadóból, és megoldja. 9-8. Kosarak mindkét oldalon. A Sopron az első mérkőzésen is 15-15-ig jól tartotta magát itt a városi sportcsarnokban, aztán robbantott a Kaposvár. Igen, és most két olyan kosarat láthattunk, amelyet azt lehet mondani, hogy a legutóbbi meccsen is rengeteget, hiszen a túloldalon olyan betörés volt Tomásztól, amiből rengeteg volt, igazából ezzel kaptunk ki, ezzel a sok betöréses kosárral, főleg Edwards és Ruyáktól azon a meccsen, és pedig egy kemény fal Poscsicstól. Túloldalon viszont Spica most is egy jó center kosárra jelentkezett, és erre a Sopronban sem volt különösebb gondot is. Azt kell mondani, hogy fölényben játszott a palánk alatt, nagyon jól használta ki azt, hogy nem csak jó fizikuma van, hanem nagyon képzett centerről van szó. Most pedig
meg a mérkőzés első cseréje, méghozzá alacsonyabb szerkezetre váltanak a vendégek. A Kosticsot lecseréli Savári Balázs, vele nagyon sokszor elégedetlenek Soprani részről, főleg azért, mert nagyon-nagyon sok faltot gyűjt össze, most is megvan neki egy. És érkezett helyére az Edwards, akit már említettem, hogy nagyon jó volt a legutóbbi meccsen, és ezzel pedig azt jelenti, még egyszer mondom, hogy egy poszttal mindenki eltolódott, Borisov játszik majd négyes poszton, és fogja valószínűleg Handlen. Borisov a labdával, a palánk alatt Edwards, akiről beszélt már, Mihály Falvi Péter, 10-10. Érdekes egyébként, hogy Edwards formajavulásáról beszéltél, és valóban ugye az előző mérkőzésen 18 pontig jutott ellenünk, és az első meccsen itt Kaposváron közben Fraser eresztel egy triplát 13-10, itt Kaposváron mindössze 5 pontig jutott Mario Edwards. Pontosan így van, és igazából az egész szezonban összességében azért nem pont erősségéről volt híres Edwards, úgyhogy ez mindenképpen egy nagy dolog volt most tőle. A teljesítmény mindenképpen ez kulcsa volt a győzelemnek, hiszen láthattuk azt, hogy sem Borisov például, sem pedig Kosztics például, vagy Tomász is említetni nem hozott extrát kulcsemberek közül. És most pedig Fekete Ádám reagált arra, hogy alacsonyabb szerkezetben játszanak a vendégek. Márkos Pica helyére Jan Csikin érkezett, akiről viszont előtte Handlenről dobott egy olyan ilyet Borisov, most viszont Jan Csikinről is bedobta. Ez nem annyira jó jel, hogy Borisov, aki azért meccsek óta egy kicsit halványabban játszik, egyedül nagyon jól kezdi ezt a találkozót. Rivio dobhat egy triplát, és ez viszont megint bent van. A támadásban jól számolom a harmadik triplát dobjuk, bár védekezésben nehéz is lenne, de szóval a harmadik hármas dobjuk egyelőre, ebben nagyon jól elkaptuk a fonalat itt a meccs elején. És külön öröm, hogy ezt három játékos szerezte, ugye Fodor, Fraser és Rivio. Pap játékvezető, ha minden igaz, akkor Borisovnál látott szabálytalanságot. 16-12. Egyébként a Pap hegedűs török trió vezeti ezt a mérkőzést, és talán most először zendít rá, hogy Isten igazából a kaposvári városi sportcsarnok, most is rengetegen jöttek, sokan fehérben is, ahogy azt többször kérte a klub, az első mérkőzésem sem lehetett a buzdítása panasz, mi több éppen Fraser mondta, akinél a labda van, hogy a szurkolók itthon rengeteget tudnak segíteni. Fodor dobja el, és ez is jó! Tripla első, kaposvári tripla első Fodornak, ebből most már a második, és nagyon fontos. 19 pontunkból, kérem szépen, 12-3 pontos, akárhogy is számolnak. Bizony, ez nagyon jó dolog, és Fekete Ádámnak is jó volt az a döntése, hogy ugyan két személyvája van már Fodor Marcinak, de nyilvánvalóan a pályán hagyta, hiszen érezte, hogy nagyon jó dob ma a mai mérkőzésen, és Sabári Balázs kér időt. Remélhetőleg a mai találkozón még tovább tudunk fejlődni, ezt nyilatkozta a mérkőzés előtt a vendégekedzője Sabáli Balázs. Közben lépéshibát reklamálnak többen. Az a lényeg, hogy nem lett belőle kosár. Vajon mire gondolhatott a vendégekedzője? Hiszen, ahogy említettem, azt mondta Sabáli Balázs, hogy tudnak hova fejlődni. Igen, itt igazából talán abban is gondolkodott, nem feltétlenül csak csapatként. Drive-jó is bedobja a hármast, ez már az ötödik három pontosunk. Fantasztikus dobonforma, és már is 10 pont a különbség. Szóval arra is gondolhatott, hogy vannak tartalékok ebben a soproni csapatban, hiszen amit már elmondtuk, hogy jött extra teljesítmény Rujáktól és Edwardstól, de ugye amit már láthatunk, hogy Borisov például, vagy Kosztics és Tomász is kiemelné mindenképpen, ők azért még nem hozták azt, amire azért az alapszakaszban, meg az eddigiek alapján láttunk tőlük és várhatunk tőlük. Szóval azért van tartalék ebben a soproni csapatban, és nyilván Savári Balázs is arra, hogy azt szeretné, hogyha több kulcsjátékosa játszana egyszerre sokkal jobban.
illetve hát a csapatként pedig az, amit fejlődni, viszont már sikerült azért az első meccs után a másodikra is, amit már említettem, hogy a gyors leindításainkat, a gyors kosarainkat azért tudták limitálni a második meccsen. Edwards dobott kosarat az imént, 22-14, Pica, Rájvió kapja, ebbe is beleáll, és ez is jó, hát ez hihetetlen, óriási. Rájvió harmadik triplája. A csapatnak pedig, hogyha jól számolom, a hatodik. 25 pontból 18-at úgy szereztük, hogy 3 pontos dobtunk, óriási. Fantasztikus, és nem tudom, hogy nagyon hibáztunk egyáltalán 3-as, mert a statisztikát megnézzük, de hát közel járunk a 100%-hoz. És most a vendégeknél is egy csere érkezik, Takás Norbert, nálunk pedig már Benke Szilárd kapott egy személyi hibát. Sőt, a másodikat, ugye ő is pályára került. Edwardsot fogja, a második meccsen kevesebbet játszott Sopronban. És ugye ő azért elég jó védőjátékos Benke Szilárd, annak ellenére, hogy mindig csak 20 esztendős. Neki ilyen szempontból lehet nagyon fontos szerepe, és most is például az, amit nagyon sokszor láthatunk, amikor a belépő center könnyű kosarat szerez a soproni csapatnál, Poscsics a gondolatunk. Most hát jól védekezett Benke, hiszen elkövette a személyhibát, de hát neki ezeket fel is kell vennie. És annak ellenére, hogy bedobta ezt a két büntetőt, mindenképpen egy jó faltnak lehet mondani, nem lehet belőle egy könnyű kosár, amelyből akár lendületet is lehetett volna a soproni csapat. Közben gyorsan megszámoltam, az előző mérkőzésen Sopronban 5-3 pontot szereztünk. Ki táncol közben a labda, 25-16, Spica próbálkozott. Már most több triplát dobtunk, mint Sopronban az egész mérkőzés alatt pár napja. Óriási teljesítmény. 25-16, 2,5 perc van hátra az első negyedből. Tomás őríti meg most a mieinket. Sabáli Balázs pedig reklamál. 3 másodpercet fújtak Poscsicsra. Egyébként nagyon érdekes volt, mert Hegedűs játékvezető már elég látványosan számolta, de nem akarta a 3-at bemutatni, aztán az alapban a török játékvezető ítélte meg. Elég ritkán fújnak ilyet egyébként. Fodor viszi be, ez most kimarad, most két rossz dobás, de megvan a támadó lepott a Nuspicának. És most lehet egy támadást vezetni, ugye ilyenkor már csak 14 másodperc a hátra levédő. Rájvió most beviszi, és egy óriási dobás, hát ez sokkal nehezebb dobás volt, mint bármelyik triplája, mai napon is balkézzel tette föl ismét, jelezve, hogy mennyire képzett játékos. És jelezve azt, hogy nem véletlenül választották őt, ezt már a múltkor is beszéltük, a legjobb Magyarországon játszó kosarasok közé, a top 5-ben benn van Nick Rájvió. Frazier jön Fodor helyére. Megint támadó hiba, pontosabban most egy támadó hiba, hát Poscsics ugye előbb egy 3 másodpercet kapott, most pedig egy szabálytalan elzárás miatt egy támadó hiba, tehát meg csak ugyan második fajta Sopronnak is csak 3 van, tehát ilyen téren nem lehet gondjuk, de most két támadás is elúszott, Handlein pedig Takáccsal maradott, azt nem tudja viszont megoldani, jól segített be Poscsics. 27-16, 1 perc 20, 20 másodperce van a Sopronnak most támadni. Tóthoz pattam vissza a labda. Tomás, Takács, Edwards. Már csak 8 másodperc, Rájvió. Mögé kerül a labda, de ezt is megoldja. Az utolsó percben járunk most már az első negyedben. Frazier Handlein indul el, két ember között. Mondhatni rutin munka neki. Pedig egy igen nehéz feladatot oldott meg. 29-16 Handlein kosarával. Edwards ketten tornyosulnak előtte. Alig, hanem megjött az önbizalma az előző mérkőzésen. 29-18. Igen, valószínűleg így lehet. Már érdekes, hogy amikor légiósnál ilyenről beszélünk, de még egyszer mondom, hogy Edwards nem a pontokért felelt meg, inkább idei szezonban erre egyébként megvoltak mások. Megtették ebben a soproni csapatban. Most pedig Handlein Roland kapja meg jól megérdemelt pihenőjét, és érkezik Horváth Márton, és érdemes figyelni a két edzőt, hogy milyen taktikai harcot vívnak ők is, hiszen a cserékre azonnal reagálnak, és a Báli Balázs is beküldi a pályára Trepák Zoltán. Egyébként itt a pálya középső részén a mérkőzés előtt rendkívül kedélyesen beszélgetett Fekete Ádám és Sabáli Balázs, majd mielőtt elindult mindkét edző a saját kispadja felé, egy nagy pacsi és megvolt kettejük között, úgyhogy igazából jó viszonyt ápolnak.
azért nyugodtan mondhatjuk, hogy a jelenlegi edzői garnitúra legjobb, hogy közé nő lassan, vagy nőtt már mondhatjuk Fekete Ádám is, hiszen azért bevitte az előző két szezonban is a csapatát a legjobb négybe, és most is halad a felé a Kaposvár. Pedig sokszor tényleg ezersebből érzett az együttes, és megoldotta. Igen, és ez kellett a bizalom is Fekete Ádám irányába, hiszen ő nagyon régóta a csapat edzője, és voltak olyan időszakok, amikor azért nem volt olyan fényes a kaposvári évkönyv, de megmaradt mindig is a bizalom, és hát élt is vele, és most pedig láthatjuk, ahogy mondod, most már zsinóban a harmadik évben van itt a csapat, hogy akár ott lehet a negyedik helyen, vagy a negyedik, legjobb négyben. Pedig Tóth Gergely dobhatott végül is egy könnyű kosarat, 7 másodperc még marad nekünk hátra a negyedből. Frazier, Trepákra azt el kell vállalni, ez most kimarad az első rossz tripla kaposvári részről, és Horváth Marci ugyan támadó lepotton utcát, de azzal már vége a negyednek. Hát nagyon jó triplákat dobtunk, ha jól számolom, 7-ből 6-ot az első negyedben, itt 11 ponttal vezetünk. Horváthnál a labda a második negyed elején, Fodor kapja a 31-20, és hát nagyon-nagyon régen nyert Kaposváron a Sopron. Ugye tavaly bronzmérkőzés során is csak hosszabbítást követően, és azzal szerezte meg egyébként történetének legjobb bajnoki eredményét. Viszont a rendes játékidőben, képzeljék, utoljára 2009-ben tudott itt Kaposváron diadalmaskodni, közben szép megoldás. Handlenre viszont befújják a falatot. Igen, Horváth Marcinak a blokkja az tiszta volt, és nagyon jókor is érkezett, de Handlenről ezt lefújták. Igazából ilyenkor ezt elég ritkán engedik el, mikor tényleg labda is volt, de onnan be szokták fújni. Úgy, amúgy sem érdemes ilyen nem vitatkozni, de hát kell fogadni. Meg ahogy mondod, Sopron ugye tavaly szerezte meg története legjobb eredményét. Előtte egyébként nem nyert playoff párharcot még a soproni csapat, általában az első körben búcsúztak, és tavaly nagyon jó szezont produkáltak már Sabáli Balázs vezetésre, aki tényleg azt kell mondani, hogy új alapokra helyezte Katonai Imrével együtt a soproni kosárlabdázást, most pedig papjátékvezető figyelmezteti Ruják Andrást, hogy legközelebb technikai hibát adnak neki, mert szerintük hát színészkedett, megpróbált eljátszani a támadó hibát, és utána pedig még a játékvezetőnek is valamit beszólt. És emiatt kapott figyelmeztetést, a szokásos játékvezetői figyelmeztetést, amelyet ez a mozdulat, amikor így köröznek a kezükkel, azt hiszem egy-két edző már egy párszor hát nevetett rajta jó néhányszor, elég érdekes mozdulat ez, az a figyelmeztetés. És pedig egy gyors személyba, Horváth Mártonnál. 11 pont továbbra is a különbség. Most hasonlóan az első meccshez, nagyon sok a dobott pont, bár alapvetően más, hiszen akkor többnyire leindításból tudtunk sok kosarat szerezni, most pedig a távoli dobásoknak köszönhetően, hogy Rávió már 15 pontos. Pedig nem lenne baj, hogyha a Ruják elveszteni a fonalat. Mondjuk eddig nem tündökölt ezen a mai mérkőzésen, de ahogy említettük, az első két meccsen csapat a legjobbja volt. Nem lenne baj, ha idegesebben játszana. Ezáltal többet is hibázhat a vasas nevelésű játékos. Játszott Pécset, Körmendben. A mérkőzés állása. Takács Ruják kapja ismét a labdát. Azt mondta, a tavalyi bajnoki harmadik helyet és a Magyar Kupa ezüstérmet úgy ünnepelték a szurkolók, mint hogy aranyérmet nyertek volna. Takács a pontszerző, 33-24. Jól látom, nem hármas volt,
csak kettesettől függetlenül fontos pont volt, és Takács lehet még az, aki padról beszállva azért fontos pontokat is tud szerezni Soproni részről. Ezben eléggé fogy a támadóidő, már csak 5 másodperc, az támadóidő sajnos így van. És reklamál a közönség, de nagyon-nagyon látványos volt, hogy Horváth Marci áthúzta magát. Azt hiszem, hogy ez jó ítélet volt. Második személyi hibája Horvátnak. Most oda kellene azért figyelni, hogy közdovább közelítsenek a soproniak. Úgy említetted, hogy Ruják nem dobott még pontot, de viszont jól passzok terén egyelőre jól áll, és most ez viszont kimaradt, ez a takásdobás pedig érdekes, mert előbb elég könnyedén bedobta. Nem kapta el a fonalat, most pedig a kaposvári kispadot kell figyelmeztetni, mert reklamáljanak az előbbi ítéletet. Megkamállatták valószínűleg. És azért Sabáli Balázs az is oda megy, papjátékvezető. Most nyugtatja a másik, a Miain kispadját is. Igen, azért a feszültségek most már így a harmadik meccs tájékán a tetőfokára hágnak. 2 perc telik el a második negyedből, és arra szerintem közben remek labda a horvátnak. Ó, jajajaj, Trepák megállt előtte, fodoratta a paszt. Horváth nagyon nagyot esett. Há, elnézést, nem szép dolog az, hogy nem egy ilyen megszakott jelenet. Kosárlabda a pályán ekkorát esni, remélem, ami jól van a Miain centere. És az nagyon érdekes volt, hogy ott esett el, és Hendler Roli ment fölsegíteni. Nem azt kérdezte, hogy mi történt, vagy mi van, hanem azt, hogy egyáltalán bement a kosár, az kész Hendler Rolitól. Legalább az bement, de kimaradt, ezért volt nagyon dühös. De nem annyira jó büntetőző Horváth Marci. Sopronban kiadott 2-t. De a hazai gyűrű azért ismerősebb számára. Pont azt akartam mondani, hogy most megoldja mindkettőt. 34-24 Horváth. Hoppá! Kicsit meg is pörgette a laszt. Jó, van, nagyon jó megérzésed volt, legyen még ilyen sok azért a mai napon. Épp azt akartam egyébként mondani, hogy ha már megérzés, már ne legyen igazán, inkább nyerjünk simán, de ahogy ezen a meccsen nemhogy 30 fölé nem megy a különbség egyik vagy másik csapat javára, hanem szerintem 10-en belül lesz, de hát akkor ennyit a jósolgatásról. Jancsikin kapja el. Ruják. Sajnos nem birtokolta igazán Jancsikin a labdát, és Ruják egy nagyon szép kosarat dob, úgyhogy elhagyta. Megállt volna Jancsikin, akkor többre megyünk vele. Egyébként nagyon sokan mondják, hogy egy 5 mérkőzés lesz, már az első meccs után is mondták. Nyilván azért is mondhatja ezt mindenki, mert talán a két legerősebb hazai pályával rendelkező csapatról beszélünk, ugye mi is és a Sopron is otthon szinte, sőt, hát mindenkit megvert már. Handlein megint egy triplát vállal, ilyen már ment be neki, de most azóta kimarad. Most egy kicsit megálltunk támadásban. Az az egy szerencse, mondhatom ezt, hogy a Sopron nem tudott igazán közelebb jönni. Most Trepák és Handlein center párharca, és Trepáktól itt régen láttunk már ilyen center mozgást. Fontot harcolt ki. És most Horváth Marci helyére érkezik, és vissza Márkos Pica. És Trepák Zoliról egyébként nagyon érdekes, hogy ugye annak ellenére, hogy most már lassan hát 40. életéve felé közeledik. Azért itt megint akarnak olyan meccsek itt a rájátszásban, amikor az ő rutinja az bizony sokat ér a Sopronnak, és nem véletlenül veszik elő őt. Hát mondjuk, mint Szőké nálunk, amikor még ugye aktív volt az utolsó években, Trepák például a büntetőzésnél is remekül használható, amit láthattunk. 35-28. Említetted, Peti, hogy a Sopron ellen, meg hát amúgy is hazai pályán milyen jól teljesítünk. Képzeljük, utoljára január közepén kapott ki a csapat. Itthon nagyon-nagyon megsüvegelendő ez a teljesítmény. Igen, és ugye az évelei vereségekben, ami volt, azt jól emlékszem, összesen 2 hazai pályán. És ugye azért tegyük hozzá, hogy nem volt még teljes a csapat, volt egy évelején is átalakulás, de amióta ez a keret összeállt ugye így Spicával, és utána később Frazierrel, azt gondolom, hogy ez a csapat nagyon-nagyon erős lett, összetartó társaság, és nem csak így a pályán gondolom így.
azon kívül is Frazier pedig két magassal maradott, Raivio, aki visszajött, Handlein, egy utolsó másodperces passz volt, Trepák pedig csak faltolni tudta Handleint, ezt eléggé kijátszottuk végletekig, de jött két büntető Handlein, Rolit és Trepák kér elnézést, egykori csapattársak, bár nagyon régen volt, de nincs dobás, bocsánat, hiszen még a harmadik soproni falt volt. Tehát ugye az első negyed végén 31 pontnál jártunk, Fodor, nincs meg a labda. Azóta eltelt csaknem 4 perc, és mindössze 4-et szereztünk. Soproniak pedig most már ezzel Tóth dobással és kosárral 35-30-ra jönnek föl. Érzi Fekete Ádám is, hogy most valamit mondani kell a csapatnak. Folytatja a Kaposvár, és amikor azt mondta Sabáli Balázs, hogy még több van bennünk, és reméli, hogy ez kijön a harmadik mérkőzésen, talán épp arra gondolt, hogy több mint 10 pontos hátrányból is föl tudnak zárkózni, de most újra a kaposvári percek következzenek, bízunk benne, hogy így is lesz. Spica 37-30, Edwards. Igen, bravúros kosár volt, három emberrel a nyakába dobta be Edwards. Tényleg azt lehet mondani, hogy most hát a Soproni szempontból a legjobb érezte ugye a második meccs óta Edwards, hogy most ideje valamit mutatni. Nálunk pedig talán Spica és Raivio visszaérkezése pályára rendezi egy kicsit a sorokat, és úgy tűnik, hogy ez sikerül is, hiszen két gyors center kosár Márko Spicától, és úgy tűnik, hogy támadásban azért most megint sikerül elkapni a fonalat. 39-32, 5 perc, 10 másodperc a fél időig. Borisov kapja a labdát. Fodor volt szabálytalan a játékvezető szerint. Fodornak ez a harmadik hibája, ha minden igaz. Horváth mellett neki van a legtöbb faltja. A hazai csapatból Jancsikin érkezik a helyére. Fodor nagyon ideges, nagyon dühös. Látom ilyennek mostanában. Lehet, hogy kicsit elhamarkodott ítélet volt ez. Igen, nagy kár ezért a faltért, ráadásul ugye ez két büntetőt érhet, és a három falt ez lehet, hogy erre a fél időre már jegeli Fodor Marci. És a Jancsikin érkezik, aki támadásban azt kell mondani, hogy az első meccsen ugye extrát nyújtott, és a Soproni meccsen sem volt rossz, de védekezésben nem tudja azt hozni azért, amit Fodor Marci hozott. Meglátjuk. Ami még érdekes, hogy az első negyedben ugye 6 triplát dobtunk. Ez azért várható volt, hogy olyan százalékkal nem fogjuk ezt folytatni. De hát bízunk benne, hogy azért most meg bedobások, és most hogy kimaradt ez. És Handlein érkezik nagyon jól. Edwards most túlvállalta magát, és erre most nagyon figyeltek. És Handlein a túloldalon, mekkora zsákolás! Fantasztikus megoldás volt, és ez bizony egy ilyen top 10-es megmozdulás volt ezzel a blokkal együtt, ahogy kiosztotta a sapkát, és már is robogott a Delium zsákolásra. És Handlernek megint megvan a labda, szabálytalankodik vele szemben Borisov. Technikait kapott Borisov, földön feküdtek, és Handel még nyújtotta is a kezét, érdemes, hogy megnézni, hogy fölsegítse egymást. Borisov helyette arrébb tette Handel Rolandot, de szerencsére papjátékvezető ezt látta, úgyhogy megkapta már egyébként, megígért technikai hibát. Harmadik faltja Borisovnak, bár jól kezdett, de azóta azért most megint inkább ilyennel tűnik föl, és most kapjátékvezetőnek próbálja magyarázni, hogy mi történt, miközben megint láthatjuk, hogy a két vezetőedző ismét egymással beszéli meg most ezt a szituációt is. Sabáli Balázs, Fekete Ádám.
hát ők nem fognak visszaveszni, ez elég világos szerintem most már mindenki számára. Minden esetre most jöhet egy büntető Frazier-től, szerintem. Nem emlékszem most egészen pontosan, valószínűleg személyi hiba volt előtte, akkor két dobás is jöhet a technikai hibáért, egy, és még az oldal vonalról is jöhetünk majd. De egy dobás csak nem volt előtte olyan személyi hiba, ami még bónusz járt volna, hogy egy dobás érkezik. Technikaiért ezt Frazier dobja nálunk. És Borisov ugyanúgy folytatja a reklamálást. Pap Péter játékvezető eléggé világosan mutatta egyébként Csabálinak, hogy fejelni próbált, és Borisov pedig Csabáli Balázsra veszik össze, hogy ne cserélje őt le, de szerintem ezt nagyon jó pedagógiai érzékkel most Csabáli Balázs inkább lehozza a montenegróit. Eszembe jutott, amikor a Jászberénnyel játszottunk, Gyikánovics. Körülbelül annyira szerették itt a hazai nézők, mint most Borisovot. Igen, abszolút, ő egy nagyon negatív figura volt, bár tegyük hozzá, hogy Gyikánovics itt már nem mondom, hogy a végét járta, de már karrierje vége felé járt, Borisov pedig még azért a csapatjátékhoz is nagyon sokat tud hozzátenni. Trepák triplája maradt ki, és megint lehet menni. Na ez az a gyors leindítás, ami az első meccsen annyiszor sikerült, Endlejtől pedig egy kosár, hát valljuk be, elég lépésgyanús volt. De nem ítéltek semmit a játékvezetők, lehet, hogy nem is volt az. Minden esetre 12 pontra nő újra a különbség, és a vendégek ismét időt kérnek. Pályán először a mai mérkőzésen az egykori kaposvári közönség kedvenc bokaszalag szakadással bajlódott, de az előző mérkőzésen már játszott pár percet Sopronban. 2003 és 2005 között játszott a kaposvári csapatban. Ő szerepe egyébként fontos lehet, bár nyilvánvaló, hogy ilyen sérülés után még azért nem 100%-os, és valószínűleg ebben az idényben már nem is lesz, de ő szerepe fontos lehet, főleg védekezésben, nem is támadásban, hiszen ő most már ugye, hogy ő is hát idősödik, egyen feljebb tolódott, és négyes poszton Henden Roland ellen például egy jó fegyver lehet Soproni részről. Nyilván most csak percekre kerülhet pályára, talán lehet azt mondani, most pedig a túloldalon is befújnak egy három másodpercet azúttal Henden ellen. A másik oldalon is megvolt egy ilyen most is fújtak egy ilyet, és 11 pont a különbség. Kosztics. 46-37. Jó lenne azért egy olyan előnnyel zárni a fél időt, amire nyugodtan lehet azt mondani, hogy magabiztos. Ezen a mérkőzésen 9 pontból bármelyik oldalon is legyen, bár igazából a Kaposvár irányítja a mérkőzést, lefelől nincs kérdés. A 9 pont az kevés, az nagyon hamar legolvasható. Abszolút így van, ugye a soproni mérkőzésen is nagyjából a fél időig mi akaratunk érvényesült, bár ott nagyobb különbség nem volt, de jól emlékszem 6 ponttal vezettünk, de hát szinte néhány másodperc alatt semmivé vált, tehát az a 9 pont azért nem olyan nagy különbség, és a végén is ugye 9-el nyertek a soproniak, de nagyjából az utolsó egy-két percig végig fej-fej mellett volt a két csapat, és az utolsó pillanatokban alakult ki ez a különbség, tehát ez itt a mai kosárlabdában nem nagy távolság egyáltalán. Tomás. Henden, gyönyörű volt a megoldása. Raivio, ó, mekkora pont és kosár! Hát Raiviótól azért ritkán látunk ilyet, ő nem nagyon szokott zsákolni, és szerencsére Tomás ezt elkapkodja. Így megint lehet robogni, Frazier viszont nem ad túl pontos paszt, és Raivio pedig labdát próbált szerezni, de személyi hiba belőle, és
ez megint két dobást jelent, de legalább annyi öröm, hogy rájön, csak az első faltja. Minden esetre Henley nagyon-nagyon szép volt a labdaszerzés, és utána pedig az a passza, hogy egyetlen lehetősége, hogy játékba hozhatta Riley-ot. 49-38. Tomás másodjára sem hibázik, 49-39. Ha Tomás mondta volna, bocsánat, természetesen Edwards volt az. Fraser, Spica. Dénes szedi össze, Postic is segített ott elzárni. Handline-t a labda elől. Ruják. Dénes. 2 perc még a második negyedből. Ruják a labdával. Tomás. Edwards. Postic benne gyűrű alatt. Edwards 6 másodperc a támadó idővel eldobja. Spica, megvan a labda. 50 pont fölé mehet a Kaposvár, és azért, ami a meccset illeti, illetve ezt a negyedet, a negyed második felére összeszedte magát a csapat, hiszen nagyon sokáig 4 szerzett pont állt a neve mellett a második negyedben, aztán most már 2 hiány 20 pontnál járunk ebben a játék részben is. Igen, hát ott a negyed eleje az mindenképp a Soproniaké volt, és ott jókor jött Fekete Ádám időkérése is, és ahogy mondják, sikerült elállítani a vérzést, hogy nehogy az legyen, hogy Sopron közelebb jöjjön. Most Tomás triplája kimarad, és Spica megint egy lepattanót szed. Szerencsére távai dobások nem mennek annyira Sopronnak, egyébként a hazai meccsen sem mentek neki egyáltalán. Ha jól emlékszem, 16-ból csak 2 ment be neki otthon, ami egy nagyon rossz százalék, de persze ilyenkor mondhatják, hogy így is nyertek. Ami nagy dolog, ez pedig egy nagy passz lehetett volna. Kérdés, hogy beleérte valaki bele. Kapjátékvezető mutatta. Talán emiatt nem tudta elkapni Spica, bár az igazság, hogy kicsit meglepte Fraser átadása. Fekete Ádám pedig 49-39 mindig. Kockázatos passz, de Jancsiki megoldja Fraser labdáját, aztán el is dobja. A lepattanót viszont összeszedi a Sopron, hát ez biztos nem itt terveztük. Nem sikerült túl jól, nagyon kevés volt ugye a támadó időből, ezért kellett már eldobni a Jancsikinek, de az a rossz bedobás az igazából megpecsételte már ezt a támadást. Postic pedig továbbra is úthenger üzemmódban, mert most olyan rossz elzárást adott, hogy nem lehetett nem befújni támadó hibának. És a negyedik faltját gyűjti össze, úgyhogy nincs még az első félidőnek. Hát nagyon sok soproni szurkoló is, és emiatt panaszkodott már fordulók óta, hogy Postic nagyon-nagyon faltérzékeny. Persze a játékvezetők is lehet, hogy figyelnek már rá, de az egészen hihetetlen, hogy milyen ipari tempóban gyűjti a személyhibákat. Ez pedig Dénesnél volt egy falt, most ő lemaradt. Fraser gyorsabb volt nála, ez pedig két büntető jöhet, ez most jól jön, és 33 másodperc még a hátralévő idő a félidőben, úgyhogy elméletileg lesz még lehetőség visszatámadni. Megvan az 50. pont. 50-39, Fraser ismételhet. 51-39 kaposvári csapat javára. Fraser mondta egyébként, hogy a meccsek többségét innentől kezdve leginkább az dönti majd el, hogy ki lesz keményebb, és ki tudja jobban kihasználni helyzeteit. Rivio közben. Fraser! Hát ő tényleg komolyan veszi. 53-39. Mármint amit mondott. A játékot természetesen mindenki.
Ruják. Rájvió. Egy másodperc, Handlein ezt már nem dobja el. 53-39, megnyugtató 14 pontos előny, és igazából mondhatjuk azt, hogy nyertük ezt a negyedet is, méghozzá 2 ponttal. A mérkőzés állása a harmadik negyed kezdődött ezekben a pillanatokban. German Tomásnál a labda. Borisov. Jól játssza be középre Tóthoz, és nincs Soproni kosár. Statisztika viszont van, Mihály Falvi Péter mondja is a részleteket. Első ránézésre egyébként nagy különbség nincsen a felek között, nagyon sok mindenben. Közben egy támadó hibát ítélnek. Zárás miatt, méghozzá Smica kapja az első faltját. Szóval nagy különbség nincsen, egyetlen egy mutatóban van óriás, viszont ez a tripla mutató. Ugye miénk 10-ből 6-ot bedobtak, 60%, bár tegyük hozzá, hogy 6-ból 6-tal kezdtünk. Ugye a Sopraniak egész meccsen egyelőre 7-0 a tripla mutatójuk. De ezen kívül a ketteseket is nagyjából ugyanúgy dobjuk, miközben ez a Soproni 3-as is kimarad. Ugyanannyi büntető dobhat nagyjából a két csapat, na most viszont beesik rögtön az első Soproni 3-as, sőt még a Soproniak egyel több büntető dobhattak. Ugyanannyi az eladott labdák száma, lepattanozásban sincs nagy különbség. Szóval ez a triplák az nagy távolságot alakítottak ki az első negyedben, és ezt egy időre tartja a csapatunk, miközben Tóth nem bír Spicával és Faltól, illetve még talán egy gólga statisztikát nézve a gólpasszok terén, ott 12-5-re vezetünk, Fraser egy maga annyi gólpaszt adott, mint az egész Soproni csapat. Ezt már kiveséztük múltkor, de tényleg az amerikai egy igazi csapatjátékos. Kellett ide egy ilyen ember. Spica 54-42. Talán Fraser az, aki Chris Dunn után tényleg inkább arra játszik, hogy vagy inkább úgy fogalmazok, hogy nem saját magának játszik, hanem teljesen mindent a csapatnak rendel alá. Pontosan így van, ugye talán azt lehet mondani, hogy ilyen elsősorban passzolni akaró irányító, de tényleg te jobban mondtad azt, hogy igazából a csapat érdekét nézi, ez lépéshiba. Hogyha úgy alakul, akkor ő elvállalja a dobásokat, de hát nem úgy, mint sok irányító, akik ugye akkor is dobnak, ha kell, ha nem. És tényleg azt lehet mondani, hogy az első meccsektől fogva nagyon jól érzi a társakat Fraser. Kapott egy nagyot Frazier-től. Sokra 3 pontot szerzett idáig ebben a játék részben. Akár csak a kaposvári csapat, Tóth Gergely, Körmen és az ETL csapatait is megjárta már. 16 perceket játszik egyébként meccsenként. Körmendi nevelésű játékos, de hát vannak így azért többen is a Sopron csapatában. Tehát Sabáli Vesterről már mondtuk, ugye, hogy a Körmendi csapattal érte a pályafutása első felének, közben Spica nagy-nagy sikerei. És egy nagyon egyszerűnek mondható játék volt, ugye Fraserrel 2-2 Spicára, aki pedig ugye nem csak a palánk alatt úgymond center mozgásból tud eredményes lenni, nem középtávolra is egész jól dob, sőt, egészen nagyon jól dob. Ezt most Tóth ott harcol ezért a támadó lepattanóért, és a két kijövő büntető után most javít Tóth Gergely, hiszen ezzel 2 pontot ad a csapatának. Ő egyébként Poscsics gyengébb játékra is volt, amikor hiányzott is a horvát center, abból nagyon jól megélt,
nagyon sok meccsen ő volt a csapat a legjobbja, például a Magyar Kupa 8-as döntőn, ahol Sopron most nem tudta megismételni a tavalyi sikerét, de ott például a csapata legjobbja volt talán, lehet így mondani, Tóth Gergő. Rájvió. Tomásnál vettek észre a szabálytalanságot. Kostisnak ugye 4 hibája van, Tomásnak 3. Három Rájvió extrát nyújt a mai napon is. Nagyon jó volt az elzárás Picától, így ott maradt üresen Rájvió. Tomás egyelőre azt kell mondani, hogy megint egy kicsit talány, megint el is adja a labdát. Nagyon jó irányító, de mostanában azt lehet mondani, hogy nyolnyány mérkőzés óta nem igazán nyújtja azt, amit ő tudna. Nem tudom, mi lehet ennek az oka, de hát ne is nagyon agyaljunk mi rajta, azt nyugodtan mondhatom. Viszont megint egy személyiba. Ezúttal Borisov kapja, és neki a negyedik, ez pedig komoly gond lehet Soproni részről, Sabály Balázs időt is kérni. Folytatódik a mérkőzés. 16 ponttal vezet a Kaposvár, és gyakorlatilag végig az egész találkozó alatt kézben tartja a mérkőzés alakulását. És hát gyűjtik szépen a faltokat a vendégjátékosok, és hogyha így folytatódik, akkor lehet, hogy a teljes kezdőjükből 4-en, hát ha nem is 4-en, 2-en biztos idő előtt fejezik be a mérkőzés. Nyugodtan mondhatjuk, hogy Spica az alfája és omegája minden támadásnak, hiszen palánk alatt rengeteg faltot tudott kiharcolni, mellette ugye az elzárásai pontokat értek, úgyhogy nem csak olyankor, ami statisztikában amúgy nem kimutatható dolgokban is hozzájárul a csapat sikeréhez általában, hiszen ezek az elzárások ugye nem szerepelnek a statisztikában, most pedig ezek a kiharcolt faltok viszont igen, és ugye Tóta, ahogy mondta, neki is már 3 faltja van, és lassan 20 pont megint a különbség. Hát nem gondoltam volna őszintén szólva, hogy ilyen lesz ezen a meccsen, nem mintha mondjuk ez bármit még mindig jelentene, nagyon sok idő van hátra. Talán Márkos Pica sem gondolta volna, amikor Kecskemétről gyakorlatilag elküldték, hogy ilyen jó szezont zár, és azt gondolom, hogy ez egyrészt a kaposvári klubvezetés sikere is. Igen, hát nem voltak türelmesek Kecskeméten, mi viszont azok voltunk, és megérte várni Spicára, mi tudtuk, hogy mit tud. Úgyhogy, és megint ott van, elvitte az embereket Spica, és Frézsor, aki szerintem talán, ha jól emlékszem, 15. pontját dobja, 20 pontra növeli a különbséget, megint 20 pont, egészen hihetetlen. Először vezet a Kaposvár a mai meccsen 20 ponttal, Borisov szépít, és amikor azt mondtuk itt a mérkőzés elején, hogy hát lehet, hogy itt 10-en belül lesz a végeredmény, lehet, hogy ismét ránk cáfol a kaposvári csapat. Legyen igazam, azt mondom. Igen, tényleg, hát nem hiszem, hogy sokan gondolták volna ezt a különbséget. Frazier is bevág egy 3-as. Hihetetlen, szóval tényleg azt kell mondani, hogy bármire képes ez a csapat. Hazai pályán pedig aztán pláne. Hiába jött most egy 3-as Borisovtól is, aki láthatóan nagyon akar a mai napon. Ettől függetlenül is nagy a különbség, és megvannak a válaszok egyelőre a Soproni kosarakról. Fodor. Frazier kapja a labdát. 13 másodperc a támadó időből. Frazier még mindig, most egyedül indul el az amerikai. És ő volt szabálytalan. Végül is, ha már adott labda, akkor jó falt, mert nem tudott indulni a Sopron. És ez még nincs dobás. Közben Frazier egy kis nehézség áram fölsegíti, trepáltott a pályáról. Igen, a nyugodtan mondhatom kaposvári legendának trepákot, egy kicsit viccelődött vele, lehagyta a súlypontját egy jó ideig. Azért nem lehetett könnyű fölhúzni Trepák Zolit, mármint a földről, amúgy sem lehet könnyű fölhúzni egyébként. Na most egy tripla jön, Spica pedig lemaradt róla és büntet Trepák. A távolról továbbra is őt nem olyan lehet üresen hagyni, és már láthatjuk megint, hogy itt meg volt a 20 pont, de eltelt pár másodperc, és 15 már csak köztek.
Benke is a pályán, Raivio, most kapja Benke Szilárd, utánpótlásból, ugye a Kaposvári utánpótlásból került föl a felnőtthöz. Indult el nagy lendülettel, ott van Edwards is, aki egy kicsit eltűnt itt a második félidőben. Az első játék részben jól teljesítményt mutatott Soproni, az amerikai játékos, aki megjárta Ausztriát és Koszovóban is légiós volt. Igen, és most megint ugye volt eladott labda, de legalább megint azt lehet mondani, hogy a falat jókor jött Benke. Figyelt nagyon, és Borisov pedig egy emberről dob egy triplát. Hát most ő egyedül tulajdonképpen tartja meccsben a Sopront. Nagyjából úgy lehetett, hogy körbenézett, és úgy érezte, hogy most nincs nagyon más tenni, elkezdett egyedül játszani, és ez megvan az eredmények, szóval 20 pontról 12-re csökken a különbség. Fraser 67-55, van még idő bőven, a harmadik negyedből is 4 perc, 12 másodperc. Spica, mekkora játék, Hendley! Egymás gondolatát is érezzük, nyilatkozta Márko Spica, amikor Hendlein Rolandról kérdezték, de ugyanezt mondta Hendlein Fodor Marciról, tényleg egy rendkívül egységes kaposvári csapatról beszélhetünk. 69-55. Igen, és ma talán először volt meg ez a kapcsolat itt Hendlein és Spica között, ami olyan sokszor láthatjuk, ez lépésében így van. Volt Gergely csoszogta el ezt ott a palánk alatt. Szóval először volt talán meg ez a olyan sokszor látott összjáték Hendlein és Spica között, de hát így is vezetünk, ugye nem volt rá szükség. A hangulatra pedig egyáltalán nem lehet panasz, mi több parádés és varázslatos az, amit itt hétről hétre megélhetnek a kaposvári játékosok a városi sportcsarnokban. Spica, és tényleg, ha jól megy a csapatnak, akkor teltház van. Repák, az előző dobása bement, ami a három pontos vonalon túlról volt, és ez is. Igen, vezettünk 20-szal, de most már csak 11 a különbség. Vigyázni kell, hiszen tényleg jó erőkből áll a soproni csapat. Ne felejtsük el, hogy ez az egyetlen olyan párosítás a rájátszásban, amelyet két olyan csapat vív, amelyik ott volt a felsőházi középszakaszban. Egyiknek sem könnyű. Fraser, 3 perc a hátra lévő idő, a harmadik negyedből Fraser dobja el. Tizen belülre zárkózhat a Sopron. Rúják nyargal a jobb oldalon. Hendlein igyekszik vissza. Ott vannak a többiek is, természetesen Borisov. Repák kapja. Jó dobóforma után, inkább most passzol, és Rúják dobása is ül. 69-61. Kedves nézőink, pillanatok alatt 8 pontra jön fel a Soproni. Hát akárhogy is nézzük, egy 17-5-ös sorozatot produkált a Sopron azután, hogy 20 ponttal vezettünk, ugye 64-44-re. Lépéshibát fognak a játékvezetők. Nehéz lesz, nagyon nehéz lesz most érezni igazán azt, hogy a Sopron is tudja, hogy ez a harmadik meccs sok mindenről dönthet a folytatásban, illetve. Igen, és ugye mondtuk a fél időben, hogy 7-ből 0 triplát dobott a Sopron, és utána az elsőt is elrontott a második fél időben, a 8-ból 0, azóta meg ők dobtak, most 6-ból 6-3-as bedobtak. Egymás után itt néhány perc alatt ott jöhet a hetedik Rujáktól, és jön a hetedik Rujáktól, a hetedik 3-as dobják zsinórban. 69-64. És a közönség, amikor kell, kérem szépen, akkor a leghangosabb, akkor buzdítja leginkább a csapatot. Nagyon kellett ez most Frazier-től. 60-71-64. Hát percekkel ezelőtt ez a soproni csapat 44-nél járt. Igen, ez egészen extra most
tényleg, hát úgy tűnt 20 pontnál, hogy mindent egy lapra téve elkezdték dobni a triplákat, csak hát ezek bementek rendszeresen, ez pedig ugye miénk, mert Raivio gyönyörűen segített be, és Toltról kiment a labda. Hát Frazier-nek most ez a középtávol ilyen nagyon kellett, megnyugtatta a csapatot, de azt hiszem, hogy kell egy kis pihenő most az amerikainak, hogy joggal cserélte le most Fekete Ádám, és érkezett Jancsikin a pályára. Jancsikin, szól a mindent bele. Fodor. Jancsikin, ha bemegy tripla, ez nagyon rövidre sikeredett. Edwards, 1-13 a harmadik negyed végéig. Tóth zár Edwardsnak, elindul az amerikai, és bedobja. 71-66, 5 pont a különbség. Peti már a fejét fogja itt mellettem, tényleg izgul az ember ilyenkor. Fodor, Raivio. Nem jó a passz. Nagyon jókor jön majd a szünet egyébként, csak legalább ez az 5 pont maradjon meg, vagy növeljük. Igen, most egy kicsit támadásban elég sok a hiba, és az a baj, hogy ez pedig soproni triplákkal párosul, így aztán elég egyszerűen csökkent a különbség. És hát bizony sokan gondolták azt, hogy itt 20 pontnál, hogy ennyi volt talán ez a meccs, de hát ha valaki, azt mi aztán tudjuk idei szezonban bármi előfordulat, hiszen kétszer is nyertünk 20 pontról, például a PVSK ellen. És hála Istennek Borisov robást rontott, így nem tudott egy labdán belőle jönni a sopron. 71-66. Fodor üvölti Jancsikinnak, hogy gyere már. Fodor kapja 8 másodperc a támadó időből, elindul. Mekkora passz, spica! 73-66, 10 másodperce még van a Sopronnak. Figyeljünk, fiúk, védekezzük ki. Azért megnyugtató lenne 73-66-tal az öltözőbe menni. Repák triplája nem megy be, nincsen falt. Itt a vége a negyednek. 73-66. Hihetetlen izgalmak várhatók a folytatásban. Két negyed között följött hozzánk a klubelnök Monok Tibor, és bizony ő is megerősített bennünket abban, hogy azt gondolja, hogy aki a harmadik meccset nyeri, általában az nyeri a párharcot. Handlein 75-66. Jó, de ha véletlen nem nyernénk, de miért ne nyernénk ma, azért akkor se kell a falnak rohanni, csak hát akkor adott a feladat, Sopronban mindenképp győzni kell. De hát most mi vezetünk 9-en, sőt, ha megvan, akkor újra 10 fölé mehetünk. Fodor megcsinálja, még a cselt is nem megy be. Pedig de gyönyörű volt, minden rutinját beletette Fodor Marci. Hát ez most meg lehet mutatni azért sok fiatal kosarasnak, hogy a labdát megszerezte, és ugye beleütött a labdába, de utána is már igazából kiszorította Edwardsot és eldobta a labdát, utána pedig ez a dobócsel, ez tanítani való volt, kár, hogy kimaradt, de ez egy plusz támadás lehetett volna nekünk. Tóth Rohan, Raivio pedig a labdát üti el, viszont Edwards visszateszi a közelit. Úgyhogy meg nem lett 10 fölé, a különbség pedig jó lett volna, mert itt a negyed elején. Raivio. Hú, hát ez még fociban is szabálytalan. Repák nem érti. 75-68-nál a harmadik hibája ez. Azért az nagyon érdekes továbbra is, hogy mondhatjuk, hogy Trepákkal sokkal jobb a soproni csapat, ő van pályán. Ugye Postics annak ellenére, hogy azért tud pont erős is lenni, de a sok faltjával nagyobb kárára van sokszor a csapatnak. Ez pedig a végén fújják a szabálytalanságot, már kint be lehetett volna fújni, ha már fújtak. Így viszont Sopron jön ki majd, hogy nem jobban belőle, mert már így viszont kettő dobhat Ruják. És megint 7 pont, ugye 9-nél támadhattunk, de megint közelül jött a Sopron. És ugye megvolt ez a Sopronnak az a pár perc, ami nekünk az első negyedben, amikor mi ugye 6-ból 6-3-os levágtunk. Ugye az is, hát mondhatjuk, hogy irreális. A Sopronnak volt meg ez a 7-ből 7. Az első félidei pocsék dobott teljesítmény után azért várható volt, hogy előbb-utóbb lesz egy jó szakaszuk. És hát továbbra is még a tükör semmi az égvilágon nem dőlt el.
A baj viszont, hogy Fodornak ugye ez a negyedik faltja volt, de hát értelemszerűen most már nem fogja lecserélni Fekete Ádám. És ez fontos lehet még ez a büntetőzés, ez kimaradt. Így marad a 6 pontos különbség. Raimio. Óriási tripla, Nick Raimio. 78-69. Ugye már a 2011-2012-es szezont is Kaposváron töltötte, mikor baj volt, mikor nagy bajban volt a csapat, akkor is sokat segített a mieinknek, és most itt a sikerek küszöbén is. Ugye Jászberénytől igazolt vissza Spica helyére, Horváth érkezik 78-69-nél. Igen, ugye Raimio tavaly még ugye Jászberényben játszott, de szerintem nem mondom, hogy megbánta azt a döntést akkor tavaly, de minden esetre korrigálta azzal, hogy végül idén visszajött hozzánk. Sokan nagyon bíznak benne, hogy nem csak erre a szezonra, közben Horváth Marci tette ki a pályáról, Tóth Gergelyt, Repák egy újabb távoli. Ez kimarad, és Raimio szedi a lepattanót. Ugye Spica kapott most egy pár perc pihenőt, ami nagyon-nagyon fontos lehet a végjátékra, úgyhogy Horváth Marcinak ilyenkor fontos az, hogy pályán van, akkor tudnak pihenni a magas emberek közül valaki, Endlein vagy Spica. Horváth. Fodor kapja. Endlein. Három ember gyűrűjében Edwards. Közben érdemes nézni az órát. 7,5 perc a hátra lévő idő. Ruják indul el, Jancsikin szabálytalan. És nem adják meg a kosarat. Tudják, hogy még a mezőnyben volt a személyiba. Jancsikin is. Három faltos tőle, már nem jött 20 pont a padról egyelőre. Sőt, talán a kis pad, bár Horváth Marcinak volt két büntetője, de azon kívül nem jöttek pontok most a padról. Ruják, 10 másodperc, Trepák volt nagyon messze a gyűrűtől. Borisov pedig arrébb teszi Jancsikint, aztán Rujáknak el kell dobnia ezt már, ez nagyon-nagyon kiszorított helyzet volt, és nagyon jó volt a kizárás Horváttal, és Jancsiki pedig szedte a lepattot. A másik oldalon pedig már Handline küzd nagyot, és megvan a labda. 14 másodpercről indul az óra. Fodor. Raimio messziről, és ez is jó! És érdemes nézni ezt a fiút, hogy bedobja a sokadik tripláját. Elképesztő szerénységgel veszi tudomásul. Nincsenek sztáralűrök, egész egyszerűen teszi a dolgát. Nem csoda, hogy közönség kedvenc itt Kaposváron. 81-69 időt kér Savári Balázs. Ruják. 81-69. Borisov. Horváth fut vele, Handlein is. Kapott egy jó nagyot Handlein. Minden esetben, hogyha Borisovnak a temperamentumát nézve már maga az szimpatikus volt, hogy utána nyújtotta a kezét. És megfogta Handleinról, hogy nehogy eressen. Lehet, hogy minden állja megkent játékos a montenegrói. Igen, ő egyébként tényleg az NBA egyik legjobb légiósa. Tavaly azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy a Sopron történelmi szezonja az nagyrészt neki is köszönhető, hiszen évközben érkezett, miután Tomás tudták honosítani, és extra játékos Borisov, bár most ez a büntető kimarad. Egyébként Horváth Marcinak ez a negyedik faltja volt, de hát neki ez is feladat, hogy ezeket a faltokat fölvegye ősebe. És hát ez úgy mondott nehéz. Piszkos munkát végezze el, most pedig egy szép összjáték. Handlein oszta Zitzerbe. Fodor Marci 13 volt újra a különbség. Handlein nagyon, hát nem mondom, hogy szenved, de a múltkori mérkőzés után ezután sem tud annyira villogni, mint azt megszoktuk tőle. De ő is inkább az egyebekben, mint most például láthatjuk a lepattanóban, próbál ilyenkor többet nyújtani. És Borisov pedig ugye viszi hátán a csapatot, de úgy tűnik, hogy kezdik kicsit ő is elfáradni.
Rájvió. Handling. És elmondtuk már az előző közvetítés során, hogy ugye a Szolnok-Szeged párharc győztesével játszik ennek a párharcnak a nyertese. Horvát. Jó megoldás. Jancsiki. Handling. Gyönyörű volt. 15 a különbség, 85-70. Most ugyanaz volt, hogy előbb elrontotta Jelzi azért ugye a Hendley Rolinak már a rutinját, hogy ő ettől függetlenül ugyanúgy bevitte és elvállalta ezt. És most pedig jöhetnek vissza a kezdők. 5,5 perc van hátra, és amíg ugye pályán volt Jancsikén is Horváth, nem hogy csökkent volna a különbség, hanem még nőtt is. Reméljük, hogy erre tudunk még pakolni egy kicsit. Még 5,5 perc mondom hátra, a védő az mindig nagyon sok, de ahhoz képest, hogy ugye följött 5 pontra, ha mindenig az 5 pont volt ugye a különbség, nem is olyan régen. Borisov újabb távolja, ez most bemegy, most üresen volt. Volt itt talán 3 rossz dobása, de ha üresen adják, akkor azért nem fogja elrontani. Fraser. 5 perc a hátra lévő idő. Rájvió. Handling. Fraser kapja. Fodor nyargal és kéri el, aztán merész vállalkozás, és milyen jól tette! 88-73. Fodor Marcinak ez, amikor egy üres elzárás után így fölkanyarodik, és támadóhiba most is befejezte a meccset, hát... A szegény Trepák Zoli nagyon elfáradt, és az előbbi időkérés alatt le is hozta őt. Sabáli Balázs visszaküldte Kosticsot, újabb esélyt kapva a horvát centerbe. Kipontozódott most. Szóval Fodor Marci, amikor ezekből az üres elzárásokból így fölkanyarodik, és középről dob, ezek ilyen ütemtelenül emberről, és nagyon-nagyon jól dobja ezeket. És megint hallott, hogy milyen hangulat uralkodik a sportcsarnokban, és uralkodott egyébként Sopronban is az elmúlt két meccsen is, hiszen ott is hát közel 100 kaposvári szurkoló utazott el Sopronba, és már-már hazai pályát teremtett ott a KKK-nak. Ez lépési váltót, ezt elrontotta, pedig Edvard nagy paszt adott neki. Borisov dühöng egy sort, aztán elhagyja a pályát. Takács Norbert érkezik a helyére, Mafc nevelési játékos. Viszonylag régóta, 2011 óta tagja. Spica. Fodor kapja. 8 másodpercünk van már. Csak mekkora passz, Fraser tovább akarta játszani. Már csak 3 másodperc. Eldobja. És ki a lepattanó. Ruják volt a leggyorsabb. Spica kapja a személyi hibát. Ő nyugodtan faltolt, hiszen neki ez csak a másodperc. Igen, most itt volt 2 apró hiba, ugye nagy volt a passz, amit kapott Frézsre, föl kellett tenni. Mutatja most Spica egy kicsit dühösen neki, hogy ott az ígyszer nem kell tovább játszani, hát pont Márko Spica az, aki nagyon sokszor már még egy plusz extra paszt válasz, de hát mivel Ruják kiadja a büntetőt, így talán belefért, és még az is, hogy a mezőny falt már ugye bónuszban voltunk, úgyhogy büntetőt jelent. Még mindig 4 perc a hátra levédő, és 14 a különbség. Fraser. Spica kapja. Handline. Jó megoldás. 90-74. Szépen horoggal. Soproni oldalról pedig nem is jön válasz. 3,5 perccel a vége előtt úgy tűnik, mintha a soproni játékosok ezt a meccset fejben feladták volna. A Handline kapja, kérdezik a vendégbukkerek, nem volt-e támadóhiba. 92-74. És Handline előbb mondtam, hogy nagyon nehezen tud gyűrű közelébe jutni, hát így dobott most 18 pontot eddig. Időt kér a Sopron. Thank you.
92-74, hát mínusz 18-nál vajon mit tudott Sabáli Balázs mondani 3 perc és 10 másodperccel a vége előtt csapatának. Talán már azt, hogy a negyedik meccsen mindenképp nyerni kell, hogyha versenyben akarnak maradni. Minden esetre most azért Tomás beszart egy triplát. 92-77. Igen, és lehetne akár jelzés érték, hogy Borisovot ugye lecserélte már Sabáli Balázs, és hát nem úgy tűnt már a Montenegro, mint nagyon akarna már visszajönni a mai napon, illetve hogy a pályában 13-as a fiatal Molnár Márton is. Ez pedig egy fal Tomáson, Tomásnál, de nyilván akik pályán vannak, ők nem fogják feladni Soproni részről, de hát Sabáli Balázs ugye kikérte az utolsó idejét, tehát ilyen szempontból ő már egyebet nem tehet a mai napon. Hát ha most egy-két támadás, szerintem ezen elmúlt, feldől majd a mérkőzés most már, hiszen nem tudta közelebb jönni a Soproni csapat, akkor mindenképpen vége lesz most már a meccsnek. És hát tényleg az lehet, amit Bonok Tibor is mondott, hogy ez a negyedik meccs, ez lehet, hogy a végét jelenti a párharc, nagyon sokan mondják azt, hogy a harmadik meccs lehet, ugye, amit már mi is itt előbb beszéltünk, hogy aki a harmadikat nyeri, az sokszor nyeri a párharcot. De hát meglátjuk még, azért nagyon-nagyon messze van, és még ennek a meccsnek sincs vége. Spica! Ami az időpontokat illeti, a negyedik mérkőzést pénteken rendezik, majd Sopronban, és vasárnap lesz 18 órakor itt a Városi Sportcsarnokban, ha lesz, ötödik találkozó. Ugye a párharc, az egyik fél, harmadik, ez a három győztes mérkőzésig tart. Ez a reklamálás, mindenesetre Tomás dobhat majd, 92-77. Spica harmadik faltja volt ez, de hát mondom, ő bátran üthet még kettőt is, egyet mindenki. És kicsit a többi párharcot is nézve, hogy előre a papírforma igazolódik, ugye a Szolnok és a Kecskemét is sanszos, hogy Csöpréssel korán tovább jut, és annak ellenére, hogy a Falko otthon tudott nyerni a Paks ellen, ott is azért mai napon látható, hogy kiütéssel nyer a Paks, legalábbis előbb nagyon-nagyon nagy volt a különbség. És ott is, hát őszintén szóval nehéz elképzelni, hogy az atomerőmű jusson tovább, és tényleg ez a negyedik, ötödik helyezettek között itt van a legnagyobb harc, ahogy az egyébként teljesen logikusan várható volt, hiszen nagyon jó csapat Sopron, és is nagyon jó csapat vagyunk, voltam mondhatjuk, közben a fiatal Molnár próbál centerezni Spicával, de majdnem elhagyta a labdát, ez pedig egy jó passz Rujáknak, viszont a dobása nagyon mellé száll. És azt hiszem, hogy most másfél perccel vége előtt nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a meccs most megvan, és megvan továbbra is az előny ezzel. Fraser. Jancsikinnál látnak szabálytalanságot, és hogyha igen, akkor el kell, hogy hagyja a pályát. Az ötödik személyi hibája volt, Horváth Márton érkezik a helyére. Ő ennek nyilván örül, másfél percet játszhat még pluszban, ha le nem cseréli Fekete Ádám. És azért, amikor kell, például látjuk a büntetőzéskor is, hozzá tudott tenni is a játékhoz. Igen, és azt hiszem, hogy most már minden jel arra mutat, hogy mindkét edző lezártnak tekinti szinte a meccset. Nálunk ugye érkeznek a cserék, vagy a vendégeknél is 23-assal Bán Tibor, 24-ese pedig Bak Krisztián, két fiatal, és pályán van. Itt nem annyira fiatal, de kiegészítő játékos Grebenár Péter, aki Sabáli Balázs ismerhet nagyon jól Körmendről szintén. És ha jól látom, majd érkezik Bak Péter és Kovács Soma is. Rájvió. Bán támadta Rájviót. Ez a passz most nem volt jó. Bele is temeti az arcát a mezében Nick Rájvió. Talán az első rossz megmozdulása a mai mérkőzése. És azért látható, hogy milyen profi Rájvió, hogy 15 pont a különbség, és teljesen majdnem magában volt betegedve miatt, az adott labda miatt. De hát szerencsére már nem számít túl sokat, és ha jól látom, még Kocsis Zalán is pályára kerül, nagyon fiatal játékos, 17 esztendős, őt is majd fölküldi. Ez pedig Kovács Somától egy falt tripla dobás közbe. Akács Monker dobhat 3 büntetőt, és ez is érdekes, amikor Benke Szilárdot, egy fiatal játékos, váltja a pályán. Azért az
durva, ha belegondolunk. 49 másodperc van még hátra. Hát meglátjuk, hogy mi lesz majd a pénteki meccsen. Most kevesebb az idő. Igazából lesz két nap, lehet azért pihenni, de... És nagy kérdés, hogy tud-e még egyáltalán újra kutatni egymásnak a két csapat? Vagy érvényesül megint a hazai pálya? Hát meglátjuk, hogy mi lesz. Biztos, ahogy mondtam, nagyon sok kaposvári fog érkezni most is Sopronba. Egy hosszú hétvége lesz. Meglátjuk, hogy mi lesz ezen a meccsen. És hát Kocsi Zalán egy hete töltötte be a 17. születésnapját. Azért az hihetetlen, ilyen fiatal játékos. 98-as születésük. Talán a mellette lévő Grebenár, amikor született, épp az érettségére készül. Pap! Kocsis! Képest fognak nála. Még egy személyhibát kapott. Pap egy kicsit ellökte. A kérdés, hogy kidob kosarat a fiatalok közül, azt hiszem ez az egy maradt mostán kérdés. Már lehet a fiatalok közül, amennyire lehet belőtt Grebenár is pályán van, de ahogy mondtad egyébként, mivel amikor 98-ban született. És ott a kosár Kocsis Zalántól, nagyon szép volt. Bátran bevitte és be is dobta. De hát szóval Grebenár, amikor már magyar bajnok volt 96-ban a körmenddel, amikor még Kocsis Zalán meg sem született. Nem látta például a Utah Jazz Chicago Bulls döntő. Bocsánat, nem akarom elviccelni. 96-82, Horváth Marci itt a végén. Inkább ő viccelt el, mint én. 96-82, kedves nézőink, ismét egy remek győzelmet aratott a kaposvári csapat, és 2-1-re vezet a párharcban a bajnoki negyeddöntőben a Sopron ellen. Én köszönöm figyelmüket Kontra Gergely operatőr kollégám nevében, illetve Mihály Kavi Péter nevében is. Még egyszer a végeredmény: Kaposvár Sopron a bajnoki negyeddöntő harmadik mérkőzésén 96-82. Ha nyerünk Sopronban, lezárjuk a párharcot. Ha nem, akkor döntés vasárnap itt a Városi Sportcsarnokban 18 órakor. Minden jót, viszont hallásra!